Lukács. A 16-oson belül Bertus érkezik középen, de még jó lehet Jureknek. Ellövi, éleszögből bent van! Jurek megint betalál az első félidő 15. percében. Jött a fiatal saját nevelésű játékos a második hullámban, és a rövid oldalon megtalálta azt a kis rést, ami elég a gólhoz, és oda is rúgta a labdát. Negyed óra elteltével tehát a DVTK idegenben is megszerzi a vezetést a Csákvár otthonában. A gólszerző ezúttal is Jurek Gábor. Hát egyelőre a mezőny játékot tekintve többet birtokolta a labdát a Csákvár. Nagyjából egy 60-40%-ban a Diósgyőri térfélen zajlott a mérkőzés, de egy remek kontrát sikerül ismételten végigvinni